Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben sorra vesszük az idei Szent István ünnepségeken a Székesfehérvár megyei város önkormányzata által díjazottakat, vendégem pedig Kis Dorottya, a Prokultúra elismerést vehette át. Gratulálok! Nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a tévénézőket. Azt hiszem, hogy ez egy fontos pillanat mindenki életében. Hát már gratuláltak elegen, nyilvánvaló. Mi azért tesszük, mert a te szakmai pályafutásod, ha úgy tetszik, páratlan. A Pécset végzett művelődés szervező jószerivel nincs olyan szelete Székesfehérvár egyébként is sokszínű kulturális életének, amelyet ne csináltad volna, ne segítetted volna. Az évtizedek alatt mondhatjuk így, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos életpálya. És egy olyan kulturális életpálya modell, ami megmutatja, hogy mi mindenhez kell és lehet köze az ember fiának, ha valóban hivatásának tekinti a kultúrát. Kezdjük talán a Pécs. Tudatos volt számodra, hogy művelődés szervező leszel? Igen, amikor leérettségiztem, akkor én férjhez mentem, és 3 gyermeket szültem, és utána kezdtem el, vagyis már a gyes alatt kezdtem el tanulni, tehát fordítva működtem, mint ahogy az általában megszokott. Előbb volt a családalapítás, és utána a továbbtanulás. Először a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán művelődés szervező szakon szereztem diplomát, itt ide 4 évig jártam, és utána pedig Pécset, ahogy te is mondtad, a 2 éves egyetemi kiegészítőt végeztem el, ami mai nyelven mesterszaknak felel meg. És nagyon fontos, hogy egy olyan helyen kezdted el a művelődés szervezői munkádat, ami akkor különleges volt, hiszen a Szent István Művelődési Ház akkoriban indult, és egy egészen különleges szerep jutott neki, értelemszerűen az egyházi kultúrát is népszerűsíteni kellett, hiszen azt méltatlanul elhanyagoltuk, ha úgy tetszik, a rendszerváltás előtt, és kinyílt a világ voltak éppen. Igen, ez egy nagyon izgalmas időszak volt, a 90-es évekről beszélünk. Ekkor kapta vissza az egyház a Szent István Művelődési Házat, és művelődési házként működtette tovább, ami nagyon páratlan, azt hiszem, az egész országban. Ez egy nagyon nagy kihívás volt, és tényleg valóban a kulturális palattának egy újdonsága volt a keresztény értelmiségi köröknek, hogy otthonává válhatott, hogy ilyen jellegű rendezvényeknek, programoknak, eseményeknek helyet tudtunk adni. Ugye ez egy hiánypótló történet, annál is inkább, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a rendszerváltás előtt erre nem volt mód és lehetőség, hiszen csak a templomok voltak nekünk, és a Fejér megyei Művelődési Központ működött a Liszt Ferenc utcában. Jól működött, ettől függetlenül én azt gondolom, egy püspöki székhelynek alapvetés, hogy legyen egy olyan művelődési intézménye, ahol a keresztény kultúra is helyet kap, teret kap. Igen, ez egy nagyon nagy kihívás volt. Bobori Zoltán volt akkor az igazgató, amikor én ott dolgoztam. Nagyon izgalmas és nagyon jó időszak volt. Próbáltuk elhelyezni magunkat a város és a megye kulturális életében. Azt hiszem, hogy a mai napig ez elmondható, hogy jól sikerült. Így van, hiszen példa arra, hogy miként lehet a keresztény kultúrát népszerűsíteni szinten, tehát olyan szinten, amire azért azt hiszem, hogy szükség van a 21. században is. Aztán jött a Városi Képtár Deákgyűjtemény. Ez megint egy olyan intézmény, aminek a patinája azt hiszem, hogy Székesfehérvár egész kulturális életére rányomja a bélyegét, tekintve, hogy a képzőművészet nem elhanyagolható, hiszen itt Székesfehérváron a Pelikán Galériával és a csatlakozott művelődési intézményekkel egy szíve, ha úgy tetszik, a képzőművészetnek. Igen, ez egy közgyűjteményi intézmény és egy kiállítóhely, ahol ismét a művelődés szervezés szakma teljesen más szegmensével ismerkedhettem meg. Művelődés szervezőként, rendezvényszervezőként, a Székesfehérvári Művészek Társasága menedzsereként működtem itt, és Szűcs Erzsi igazgatóasszonnyal együtt nagyon jó kis múzeumpedagógiai foglalkozásokat csináltunk, ami akkor még nem volt ennyire bevett szokás.
szokás, mint manapság. Tehát mondhatom azt, hogy Székesfehérváron mi kezdtünk el ezzel foglalkozni. Melyek voltak ennek a munkának a kulcs pillanatai? Hiszen három olyan külön szegmensét említetted a Városi Képtár Deák-gyűjtemény munkájának, ami külön-külön is nagyon fontos. Igen, nekem feladatom volt a Pelikán Galéria működtetése. Ez, ahogy tudjuk, a székesfehérváriak tudják ezt, a Székesfehérvári Művészek Társaságának a kiállítóhelye, az általuk meghívott és a tagságaik közül kikerülő művészek állíthatnak itt ki. Én ebben segítettem a munkájukat, ez volt az én területem. A másik, ahogy mondtam, rendezvényeket, kulturális eseményeket szerveztem a Deák gyűjteményben, az oskolai utcai épületben, például adventi hétvégeken kis kamarakoncerteket, de voltak irodalmi estek, tehát nagyon sokféle rendezvényt szerveztünk, és a múzeumpedagógia volt a harmadik szegmens, amit elkezdtünk Szűcs Erzsébet vezetésével. Ugye visszatérve egy kicsit a képzőművészetre, nagyon fontos a Székesfehérvári Művészek Társasága léte, hiszen régóta működött, ugyanakkor az érkezésetekkel elindult egy folyamat, tehát bizonyos értelemben nagyon sok ma is ismert fiatal csatlakozott ehhez a csapathoz, akiknek teret kellett biztosítani. Tehát itt nem sorolom a neveket, hiszen mindannyian tudjuk, és sokan vannak, hála Istennek, akik azóta, ha úgy tetszik, kinőtték magukat. És ezt jó részt annak a menedzseri munkának köszönhetik, amelyet ti végeztetek ott. Ez tetten érhető a MÁ-ban számodra is? Persze, természetesen most hirdették meg a napokban a Fehérvár Szalon kiállítást, ami egy bemutatkozási lehetőség az alkotóknak, de ösztöndíj pályázatokkal is segítik a munkáikat, emellett alkotó telepek, a művészeti táborok szervezésével is segítik azt, hogy meg tudjanak mutatkozni a képzőművészek. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes feladat, és a mai napig is látom, hogy nagyon szépen működik. Tehát ez egy fajsős történet mindenképpen, igen, hiszen mi is ott vagyunk, és látjuk, hogy egyre több sikert érnek el a fiatalok, és kevésbé fiatalok természetesen. Úgyhogy ez példa lehet a többi város számára is, hogy azért itt működik a dolog. Mint ahogy úttörő tevékenység volt a Kodolányi János főiskola is, annál is inkább, hiszen akkor még főiskola volt, mert hogy ott is olyan sokrétű feladataid voltak, ami azt hiszem, hogy tehát megismertetni egyik oldalról a Kodolányi János főiskola életét, és hogy bevonzzák az oktatási tevékenység a fiatalokat, és az abszolút, meg az is teljes siker. Hogy milyen munkakörben voltál a Kodolányi János főiskolán, hiszen ez azért az meghatározó az életedben. Igen, kulturális titkár voltam, ami azt jelenti, hogy rendezvényszervezésekkel foglalkoztam. Egyrészt a hallgatók számára, másrészt pedig a tudományos konferenciák, tudományos előadásoknak a szervezése is hozzánk tartozott. Később sajtóreferensként is én működtem, majd pedig óraadó tanárként is közreműködtem a kulturális tanulmányok tanszékén. Tehát ahogy te is mondtad, az volt a tevékenységünknek a fő célja, hogy népszerűsítsük a főiskolát. Akkor még több helyen volt kampusz, nem csak Székesfehérváron és Budapesten, hanem Orosházán, Siófokon és az ausztriai Fürstenfeldben is nagyon sok rendezvényt, főleg tudományos konferenciákat szerveztünk. Arról nem is eshet szó, illetve arról is kell beszélnünk, hogy Székesfehérvár volt akkor az abszolút központ, nem úgy, mint most. Tehát igen, rengeteg főiskolás volt itt Fehérváron, akik egyik oldalról megismerték egymást, másrészt meg tudták mutatni, hogy mi az, amit tanultak, mire készülnek a jövőben. Azt hiszem, hogy ez megint egy olyan pillanat volt. A Kodolányi fejlődésének az áloga volt, hogy megismer, ugye erről is beszéltél az imént. Ez milyen munkát igényelt? Hiszen egy új főiskola, új szakokkal az mindig nehéz dió. Ugye Szabó Péter rektor idején alakult így.
Igen, ez egy nagyon nagy kihívás volt, és hát azt kell mondanom, hogy a nap 24 órájában és hétvégeken és ünnepnapokon is dolgoztunk, nagyon-nagyon pezsgő élet volt. Én nagyon élveztem, szeretem, hogyha mozgalmas a munkám. Ahogy említettem, több helyszínre is kellett ellátogatnunk. Nagyon izgalmas volt az is, amikor a hallgatóknak gólyatábort, gólyabált szerveztünk, vagy egészségnapot, tanszéki bemutatókat, tehát nagyon sok rétű volt ez a tevékenység. Egy egészen más világ viszont a tudományos világ, amiben betekintést nyerhettem, és ez nagyon megtisztelő volt számomra, hogy olyan tudományos munkatársaknak szervezhettem konferenciát, és személyesen megismerhettem őket, akik nagyon nagy nevűek a szakmában. Aztán jött 2008 a Szabadművelődés háza, illetve a Hatház, mert itt szépen sorban azért bekebeleztétek, hála Istennek teszem hozzá, azokat a művelődési intézményeket, amelyek helye közel elhagyatottak voltak, így utólag elmondhatjuk, hogy ti voltatok, te voltál az, aki a szárnyai alád vetted ezeket az intézményeket, a Hatházat, és egy egészen kivételes pezsgő kulturális élet alakult ki a Szabadművelődés házban, a város központja volt, és tehát a Szent István Műfház mellett a legfontosabb kulturális intézmény, ezt mondhatjuk. Itt most nyilván a színházat nem ide veszem, de a művelődési intézményeken közművelődésben az abszolút legfontosabb. Honnét jött a gondolat, hogy azt a Hatházat is együtt egy azonos koncepció mentén felépítsd? A városvezetésnek az ötlete volt ez az összevonás, ami abszolút logikus és észszerű elgondolás volt, hiszen a város fenntartásában működő közművelődési intézményeket ezáltal egyesítették, ami nem jelentette azt, hogy az önálló arculatukat elveszítették volna. Tehát egy öreghegyi közösségi ház, egy felsővárosi közösségi ház ugyanúgy megőrizte a sajátos közönségét, arculatát, a szokványos rendezvényeket, amiket a lakosság, az a városrész megszokott, vittük tovább. Tehát ez nem szenvedett csorbát, viszont szerintem sokkal átgondoltabb lett így a működés, sokkal áttekinthetőbb, és nagyon sok megtakarítással járt ez. Melyek voltak azok a különleges pillanatok, amelyekre szívesen emlékszel? Én azt mondom, hogy a Szabadművelődés házadon oly annyi kiállítás volt, színházi előadás és a többi, hogy az mind-mind fontos számunkra. Az Öreghegyen ott volt az Öreghegyi mulatság, az Öreghegyi napok. Én azt mondom, hogy a Fanta Villa Tóth Pista nyomán egy csoda pillanatokat élt meg a vezetéseddel, de ugyanez vonatkozik a felsővárosra és a többiekre is. Számodra melyek voltak a meghatározó pillanatok? Nagyon nehezet kérdeztél, ezt nem tudom megmondani, hiszen nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem vissza a jazz koncertekre, például az Aranybulla művészeti napok koncertjeire, a Hobó sorozatunkra Öreghegyen, nem tudom, Tátrai fellépésre, Mukferi fellépésére, de ugyanúgy a Buktibi-féle operett és musical koncertekre, aztán a nagyon színvonalas kiállításokra is nagyon jó visszaemlékezni. Tényleg szívet melengető, hogy megcsinálhattunk olyan emlékkiállításokat, mint például Takács Imrének, Kudor Ferencnek, Őri Tóth Istvánnak, Szigli Lászlónak, több nem is jut most eszembe, de nagyon-nagyon színvonalas kiállításokat csináltunk az Öreghegyi Közösségi Házban is, a Szabadművelődés Házában is, és a Kisfaludi Közösségi Házban is. A Felsővárosi Közösségi Házban a szívemet melengeti a mai napig a Kalott Közösség, akikkel nagyon jó volt együttműködni, és nagyon-nagyon unikális dolog, azt hiszem országos szinten, hogy ők a mai napig összejárnak, és egymással törődnek, és vasárnaponként összejönnek. Meg kell említenem a Fekete-Egyszárazréti Közösségi Színteret is, ahol fantasztikus dolgokat csináltunk. Igen, úgy, hát nem tudok kiemelni semmit. Igen, de nagyon-nagyon fontos volt ez, hiszen közösségek épültek. Így van. Tehát az külön fantasztikus, hogy ki mindenkit sikerült befogadnotok, kezdve a kicsiktől, a töpörtjüktől, a nyugdíjasokig az Öreghegyre és az összes többi intézménybe. És ne feledjük el, hogy a vezetésed alatt épült meg, épülhet
született meg a Fekete egy szárazréti közösségi központ, ami azt mondom, hogy a Vörösmarty Színház mellett a legnívosabb produkciókat láthatta vendégül. Igen, hiszen olyan infrastruktúrális felkészültséggel rendelkezik, egy nagy szabadtéri színpaddal, nézőtérrel, hangfénytechnikával, ami lehetővé tette, hogy itt nagyobb rendezvényeket, koncerteket, színházi előadásokat meg tudjunk szervezni, de a rendezvény szervezés mellett, ahogy mondtad, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt, sőt, hát sokkal nagyobb hangsúlyt kellett, hogy kapjon a közösségek építése. Az volt a cél, amikor átvettük ezeket a városrészi közösségi házakat, hogy azok a művelődő közösségek, akik ott helyet kaptak, maradhassanak, és sőt, még újabb közösségeket hoztunk létre, fogadtunk be, ami az elsődleges feladata a mi szakmánknak. Ugye nem beszéltünk róla, de ide tartozik Csala, és nem szeretném kifelejteni, hiszen Csala méltatlanul elfeledett kicsi termében is fantasztikus rendezvények voltak, kiállítások, beszélgetések, amelynek tanúi lehettek a Fehérvár Televízió nézői is. Hát ez hiányzik. Méltóság és felelősség kísérte ezt a munkát. Fájdalmas volt a búcsú? Sajnálom azt, hogy ebben a fajta munkában nem vehetek már részt, viszont egy újabb kihívás elé kerültem, ami viszont szerintem felemelő feladat. Úgyhogy nem töltöm munka nélkül a hétköznapjaimat, továbbra sem. Nagyon megtisztelő feladatot kaptam, a Nemzeti Művelődési Intézet Fejér megyei igazgatója vagyok. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen más, mint amikor a terepen dolgozott az ember. Ott volt egy nagy lendület, ami magával sodort tényleg a hétvégeken, ünnepnapokon, esténként a programok, a nagy mozgalmas nyüzsgés az emberek között, megélt közösségi művelődés. Itt viszont szakmai módszertani munkával foglalkozunk, és az egész megye területére kiterjed a feladatunk. Melyek az alapvetései ennek a módszertani munkának? Hiszen nagyon fontos, hogy Fejér megye egyébként is egy kultúrmegye, ahogy tetszik, tradíciói vannak, de ezt tovább kell vinni a 21. században is. Szakmai módszertani segítséget nyújtunk a közösségi intézményeknek és szintereknek minden településen. Segítjük a helyi értéktárak létrehozását, segítjük a helyi közösségek megszervezését. Mi gyűjtjük össze a megyei statisztikát, a statisztikai jelentést, értéknapokat szervezünk, azon kívül pályázatok lebonyolításában is részt veszünk, és mindenféle segítséget megadunk nekik, tehát hogyha például jogszabály változás van, akkor ebben segítjük. Most ősszel a kormányhivatal ellenőrizni fogja minden településnek a közművelődési rendeletét. Most ehhez adtunk nekik, a települési jegyzőknek segítséget, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket a dokumentumokat. Tehát nagyon, nagyon érdekes és sokrétű ez a szakma is, és nem csak irodai munka, mert járunk ki a megye településeire, tartjuk a kapcsolatot személyesen is velük. Soha nem volt nagyobb szükség rá, mint most, úgyhogy ehhez kívánok jó munkát, és megérkeztünk a Prokultúra díjhoz. Milyen gondolatokkal fogadtad? Hiszen a Szent István ünnepe tudjuk, hogy a legfontosabb Székesfehérvár számára, és a Szent István napi ünnepi díszközgyűlésen átvenni egy ilyen rangos elismerést, az azért megmozdítja a szívet. Igen, nagyon meghatódtam, amikor kaptam egy értesítést arról, hogy ebben az évben én veszem át ezt a díjat. Nem is számítottam rá, őszintén szólva, eszembe se jutott. Tudom, hogy a Magyar Kultúra napján szerették volna ezt átadni, ugye január 22-én, de a járványügyi helyzet miatt erre nem volt lehetőség. Azt kell mondjam, hogy a Borivárban megrendezett ünnepség, ahol többen is átvehettük a városi szakmai díjakat, nagyon-nagyon szép volt és felemelő, és hát tényleg nagyon meghatódtam, mert egyáltalán nem számítottam erre a megtiszteltetésre. Nos, hát én akkor minden székesfehérvári, helyesebben most már minden Fejér megyei nevében gratulálok. Köszönjük, hogy vagy, és hát jó munkát kívánunk a jövőben. Bízom benne, hogy ugyanazzal a lendülettel segíted Fejér megye teljes kulturális életét, mint amit megszoktunk itt a hosszú évtizedek alatt. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és a meghívást is. Köszönöm, Dórikám. Nos, kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket láthatták. Vendégem Kis Dorottya, az idei Prokultúra díjas volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!